Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás szeptember 14-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai vagy tervei. Itt látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett. Ez mutatja a lelkesedést, a bátorságot, viszont itt ülve marad, tehát vár valamire, hogy történik körülötte valami. Az lehet, hogy ti vagytok ez a királynő, és ő gondol rátok, nagy lelkesedéssel és szenvedélyekkel, de az is lehet, mivel egy királynő uralkodik, hogy valaki megpróbál uralkodni rajta. A tűz eleme nem csak a lelkesedést jelenti, hanem néha a haragot is. Előfordulhat, hogy ez a hölgy, ez a királynő uralkodik felette, és ő haragszik rá, vagy vár arra, hogy ti jelentkezzetek, mutassátok ki a lelkesedést, és ha nem így van, akkor haragszik rátok. De nem hiszem, hogy így van, mert a napi kártya itt a szerelmet mutatja. Itt valaki más van a háttérben. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Ez a kulcs itt szimbolizálja az ő önbizalmát. Biztos magában. Ezzel a kulccsal valamit le lehet zárni, és valamit ki lehet nyitni. Itt van egy ajtó, egy lehetőség, és ez azt jelenti számotokra, hogy ő lezár valamit ezzel a kulccsal, becsukja ezt az ajtót, és kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség számotokra, mert a központi téma a szerelem, és mit közöl veletek? Ez a medve itt jelenti az erőt. Ő ad erőt nektek, vagy ti erősítitek őt. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Amit még megemlítenék, hogy 1-től van egy ingyenes hírlevelem. Ezt ti e-mailen keresztül megrendelhetitek. Az e-mail címem newsletter
dendera.susanna.medici.com. Ebben a hírlevélben, mondhatnám azt is, hogy újságban mindig van egy téma, amit én kidolgozok, azon kívül bemutatok egy angyalt, leírom azt is, hogy mi várható a következő hónapban a csillagképek szerint, és minden hónapban van egy jóslás kedvezmény, amit megrendelhettek, ez azok részére, akik ezt az ingyenes hírlevelet is megrendelték. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!